1990-ben kezdődött ez a faragó mozgalom itt Kisgyőrben. Az elindítója az volt, hogy csináltunk egy összefoglalót Kisgyőrről, a faragó hagyományairól, többek között a temetőkultúráról, a szerelmi ajándékok, használati tárgyak, és hát nagyon sokat jártunk a világba faragni, illetve az ország minden pontjára, és a feleségem, aki szegény nyugodjék, nagyon jó asszony volt, és nagyon jó ötletei voltak. Azt mondta, hogy családi kézműves tábort kellene csinálni. Akkor összejött egy 6 család Kisgyőrbe, elkezdtük egy 17 fővel ezt a tábort, 26 éve működik, most már egy 80 főre duzzadt ez a létszám, és most már nem csak a faragásról szól a tábor, hanem itt az asszonyoknak úrasztalterítő hímzés, futó hímzés, a gyerekeknek játszóház, szövés, most már a fiú gyerekek megnőttek, az enyém is, és szépen a fiú gyerekek csatlakoznak az apukákhoz faragni, és folyamatosan épült, szépült emiatt a falu, mindig itt maradt valami nagyobb alkotás. Elkészült a 14 angyal, Mónus Béla barátom segítségével, a 14 angyal tartja a stáció jeleneteket. Ha tovább sétálunk fölfelé, akkor pedig ott van Krisztus keresztje, ami egy 5 méter magas kereszt, gyökerekkel az ég felé áll. Oda tartozunk, oda, a Jóisten vigyáz ránk, és van rajta egy életfa motívum. Az életfa motívum Krisztus jelképe is. Általában így szokták befejezni a Golgotát. Nem szerettük volna ennél a történetnél befejezni. Úgy gondoltam, hogy tovább kell mennünk, mert el kell érnünk húsvétig. Húsvét a feltámadás, és mögén került ez a hatalmas nagy 12 méteres napkorong, ami a feltámadást szimbolizálja Krisztus dicsőségére. Makovec Imre bácsi hatásai egyértelműen kimutatkoznak ebben az alkotásban, visszaköszönnek ezek a maga a motívumok, tehát a napkorong, vagy ha lent nézzük a kaput, akkor a hold formája is visszaköszön, és természetesen az angyalok is. Ha elrendelnek egy szobrot, vagy nagyon sok pénz van rá, vagy valaki nagyon beérett, annyira híres, ott természetes, hogy emlékművek állítódnak. Ennek az önkéntessége az, hogy egy faluközösség kiváló fafaragókkal, népi szobrászokkal elgondol valamit, és éveken keresztül türelmesen nekiáll egy hegyet leszabályozni, egy kanyargos utat csinálni, teológiailag pontosan utánozni, hogy mi történt, és ezt az ökuménia alapján hozni létre, ez azt hiszem páratlan. Szóval ebbe egészen biztos Kisgyőr az első. És hogy az egésznek a hullámvonalas útja, és egy hal figurájára rá komponált stáció sorozat, ez per a titkító, ezt én nyugodtan mondhatom, mivel tanítottam egyetemen ezt a témát, ilyen nincsen. Ez valahol a 21. századot az első századdal összeköti, tehát egy több 2000 éves menetet szimbolizál. Természetesen a magyar művészeti életnek a szokásai és beidegződése alapján van egyfajta művészeti hierarchia. Ennek a művészeti hierarchiának nem ok nélkül a zene, az irodalom áll az élvonalában, azt nagyon gyorsan követi a később a film, a fotóképzőművészet természetesen, hiszen jelen van a őstörténetünk óta, de a népművészet az a periférián volt, annak ellenére, hogy Bartókunk, Kodályunk és Mosonyink volt korábban már, és hát ragyogó népművészek is vannak, a hierarchiában az utolsó helye volt. És most valahogy az történik, hogy annélkül, hogy ez látványosan vagy mások sérelmére történne, az élő népművészet beköltözik a nagy művészetek közé, természetesen, ha akadémiáról van szó, akkor a legmagasabb szinten. Természetesen színvonali átgendményt tenni nem lehet. És ebből a szempontból én, hogy előre ugorjak egy kicsit a jövő felé, óriási kíváncsisággal várom, hogy a 2 év múlva levő élő népmészeti nemzeti szalon a műcsarnokban leteszi-e, le tudja-e tenni, és leteszi a garast amellett, hogy egyenrangúak vagyunk, és a mindenkori színvonal döntse el, hogy ki fontosabb, ki kevésbé fontosabb.